nagyon nehéz év volt a 2011, de szerencsére sikeresen abszolváltuk. Nagyon sokat segített ebben az, hogy nagyon sok új termékmegoldással jelentünk meg, és talán szerintelenségnek mondhatom, hogy elég híres a BrokerNet motivációs rendszer, amire még rátettünk egy-két lapáttal, úgyhogy a mi tanácsadó kollégáink a szokásosnál kétszer-háromszor többet dolgozva értek el. Gyakorlatilag nem estünk vissza 2010-hez képest, ami egy nagyon nagy fegyverténynek minősül. Ráadásul nagyon jól beindult a vagyonkezelés üzletágunk a Quantisszal. Ebből következik, hogy 2011-et ha nem is olyan nagy nyereséggel, mint 2010-ben, de nagyon tisztes eredménnyel tudtuk zárni. 2012, mi már úgy érezzük, hogy a helyzet komolyan elkezdett javulni, tehát mi hivatalosan a válság végét érezzük, tehát elkezdett pörögni nálunk is a termelés. A munka az változatlanul csak nő, tehát nálunk, hogy egy tanácsadónál a munka attól függ, hogy hány tárgyalásból sikerül neki egy szerződést kötnie. Most még a legtapasztaltabb kollégáink is többszöri együttülés után tudják majd a szerződéseket megkötni, és persze nagyon sokat segít nekünk a vállalati piac. Ugye rendkívül aktívak vagyunk a mikro, kis és középvállalkozások piacán, speciális konstrukciókat dolgoztunk ki a számukra, és ott, amelyik cégnél nincs cashflow probléma, azoknak nagyon sokat tudunk segíteni, ezért ez az üzletág is erősen fejlődésnek indul. Tehát összességében a BrokerNet, ha jól látom az adatokat, akkor még növelte is a piacvezető szerepét az előző évekhez képest. Az Európai Unió egységes közvetítő irányelvet kíván majd kibocsátani, még zajlik az általános vitája, hatalmas összecsapások vannak a különféle érdekcsoportok között nyilvánvalóan. Az én saját személyes véleményem az, hogy egyrészt nagyon szükséges egy olyan komoly szabályozás, ami a piac azon szereplőit is megregulázza, akik eddig nem nagyon figyeltek oda a szabályokra. Ugye mi tisztán állunk minden változás elé, mert mint piacvezető, most már azt is mondtam, hogy több mint 4000 embert folyamatosan foglalkoztató közvetítői csoport. Nekünk az az érdekünk, hogy az egész piac tisztán működjön, egységes szabályok szerint, transzparensen. Természetesen rengeteg olyan elég radikális változás van ezekben a tervezetekben, a magyarban is, illetőleg a Európai Uniós irányelv tervezetben is, ami nagyon erős üzleti modell átgondolásra készítheti majd az összes szereplőt. Meglátjuk majd, hogy mi jön ki ebből. Összességében mi üdvözöljük, és a részletekben pedig folytatjuk a vitát a szabályozó hatóságokkal. Segítenek abban, hogy ne törölje az ügyfél, ne vásárolja vissza az ügyfél ezeket a szerződéseket. Mi a végtörlesztési hullámban nem érzékeltünk különösebb kiugró törlési mutatókat, sőt az talán nem titok, hogy a mi törlési mutatóink az egész piacon kiemelkedően jók, tehát minden partnerünk örül neki. Mi eleve éves díjas szerződéseket kötünk csak, nagyon ritka a fél éves díja, többit azt nem is ismerjük, se negyedéves, se havit, ezért az ügyfelek eleve elkötelezettebbek, amikor velünk szerződnek, és az a bizonyos ügyfélbónusz rendszer, amiben mi nagyon az élen járunk, azt azért kell kialakítani, mert ezek nagyon hosszú távú szerződések, tehát minimum 10 évvel dolgozunk, de inkább 15-16-18 év, különösen, hogyha nyugdíj célú ez a szerződés, addig a legfegyelmezettebb ügyfél sem szokott kitartani, ha nincs valami belső incentív beépítve ezekbe a szerződésekbe. Úgyhogy mi azt találtuk ki, hogy a hosszú távú elkötelezettség megvan a cél miatt, ugye maga a nyugdíj cél, a nyugdíjtőke felhalmozása, a rövid távú elkötelezettség az pedig pozitív motivációs eszközként jelenik meg, tehát a éves díjnak a 10-20%-át különféle konstrukciókban visszaadjuk neki. Van olyan termékünk, ahol minden évben kap vissza, tehát ez olyan, mintha folyamatosan adnánk plusz 10%-ot a befizetéseihez, mármint hogy a biztosító partnereink, mi csak ezt nagyon erősen javasoljuk a partnereknek, hogy ilyen termékeket fejlesztenek ki. Van olyan termékünk, amit a 4 évente ad 40%-ot vissza. Nagyon sokféle megoldás létezik, és azt tapasztaljuk, hogy a piacon az ügyfeleknek ez egy fontos dolog, mert hosszú távra senki nem tud gondolkodni úgy önmagától. Ez szépen beszakaszolja a rövid távra is a gondolkodásokat, és egy nagyon erős olyan ösztönző erőt ad, hogy nem visszavásárlásba gondolkodik, inkább abban, hogy érdemes befizetnem a következő befektetésre szánt összeget is, a következő díjat is, mert hogy ahhoz hozzátesz az adott társaság még 10-20-30